Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, gimnáziumi tanár, önkormányzati képviselő. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Magam is tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. 2020. szeptemberében egy időközi helyhatósági választás közepette kapta meg és vett át az önkormányzati képviselői mandátumát, és októberben el is kezdte a munkát. Tekintsünk vissza erre a bő egy évre, milyen célkitűzéseket sikerült megvalósítani? Természetesen. Ugye én sajátos helyzetben vagyok karcagi önkormányzati képviselőként, hiszen ugye nem 2019 őszén a rendes önkormányzati választások alkalmával, hanem egy szomorú okból kiírt, ugye egy hivatalban lévő kiváló polgármester önkormányzati képviselő halálát követően 2020. szeptember 27-én időközi választások alkalmával nyertem képviselői mandátumot a választópolgárok bizalmából. Tulajdonképpen azóta eltelt bő egy év, de ez az egy év ez egy nagyon furcsa helyzet volt, hiszen 2020. szeptemberében mandátumot nyertem, 2020. októberében pedig esküdtettem a képviselőtestület és a város előtt, amelyben ugye vállaltam, hogy a város és a választókerület képviseletét ellátom, feladataimat a legjobb tudásom szerint végzem, de éppen 2020. novemberében a járványhelyzet egy újabb hulláma miatt történt kihirdetésre újra az a veszélyhelyzet, ami lehetetlenné tette országosan is a rendes önkormányzati munkát, hiszen a képviselőtestületi hatáskört azt országszerte minden önkormányzat esetében polgármesteri hatáskörbe utalta, és ugye pont abban az időszakban, amikor én elkezdhettem volna ugye a rendes képviselői munkámat, szűntek meg átmenetileg a testületi ülések, és szünetelt a bizottsági munkának ez a face-to-face élő formája. Minden adminisztratív teendő, minden egyeztetés online zajlott, ami messze menően nem ugyanolyan, főleg akkor, hogyha egy kezdő képviselő próbálja ugye a szárnyait bontogatni. Így tulajdonképpen 2021 nyarától tudtam felvenni azt a rendes munkaritmust, amelyet a veszélyhelyzet átalakítása vagy jogi átalakulása tett lehetővé. Azóta ugye rendre vannak testületülések, sőt, ami ugye a képviselői munkának talán kevésbé látványos oldala, de a munka dandárját felfogja, az a szakbizottságokban végzett munka és azok az adminisztratív teendők, amit egy hivatalban lévő választókerületi képviselő az önkormányzatnál gyakorol. A képviselő testület bizalmából én több bizottság munkájában részt veszek, nyilvánvalóan olyanokban, amiket a végzettségem, hivatásom, állásom, képességeim predesztinálnak. Így tulajdonképpen szerepet vállaltam a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájában, szerepet vállalok az Idegenforgalmi, Turisztikai és Külkapcsolati Bizottság munkájában, de amire messze a legbüszkébb vagyok, hogy a képviselőtestület mind a 11 tagja pártállástól függetlenül alkalmasnak találta arra, hogy a Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöki teendőit azt én lássam el. Ez számomra egyébként nagyon nagy megtiszteltetés, és nyilvánvalóan minden szakbizottsági feladatom mellett erre vagyok a legbüszkébb, és itt végzem talán a leglelkesebben a feladataimat. Az elmúlt egy év folyamán én például az Oktatási Bizottság feladat köreibe szépen lassan becsempésztem, vagy tudatosan beépítettem nyilvánvalóan polgármester úr tudtával és jóváhagyásával olyan céljaimat, amit már én egyébként képviselőjelöltként, vagy korábban egyszerű tanáremberként is fontosnak tartottam, így az Oktatási Bizottságba szépen lassan ifjúságpolitikai célkitűzéseket építettem be, valósítottam meg, noha voltak is egyébként szép számmal, csak a teljesség igénye nélkül példaképpen megemlítem, hogy az elmúlt egy évben például átalakítottuk a város saját köz- és felsőoktatási ösztöndíjrendszerének kritériumait, kritériumrendszerét, amelynek hatására minden eddiginél több karcagi fiatal nyerhetett egyébként pénzügyi támogatást, ösztöndíjat. Átalakítottuk a szakbizottságok rendszerét a tavalyi év második felében, és külső tagokkal bővültek a bizottságok. A saját bizottságomban ragaszkodtam ahhoz, hogy az oktatási területekhez legyen olyan fiatal külső bizottsági tag, aki még a pályája legelején áll, és ugye egyetemi hallgatóként, pályáját bontogató emberként a fiatalok hangján, a fiatalok érdekében képviseli a város egy jelentős társadalmi rétegét, és egyéb más apró
változtatásokkal, most például épp kidolgozás alatt van egy olyan tervezet, hogy a városban stratégiai fontosságú, a város működésében létfontosságú, de egyébként hiány szakmákban indítsunk vagy olyan bértámogatási, vagy olyan ösztöndíj rendszert, amely majd motiválja az itt állásba álló embereket arra, hogy olyan feladatokat lássanak el, amely a város működését okvetlenül meg kell, hogy határozza, hiszen nyilván a közeljövőben például probléma lehet a megfelelő gyermekorvosi ellátottságból, ez csak egyetlen egy példa, amelyet esetleg egy bértámogatással, egy ügyesen célzott ösztöndíjrendszerrel alkalmasint a város orvosolhat, és ebben egyetért a teljes képviselőtestület, egyetért polgármester úr, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ezt például a saját bizottsági munkámban tudom megvalósítani. Úgyhogy igazából párhuzamosan látom el a Karcag 5-ös számú választókerületének választókerületi teendőit. Itt nagyon nagy hangsúlyt fektetek a fejlesztő munkára. Tehát én építeni és szépíteni akarom, nem csak ezt a választókerületet, hiszen nyilvánvalóan egy városért vagyunk mindannyian felelősek, vagy mindannyian lehetnénk felelősek, ezt is hozzáteszem, de nyilván ezen belül kutyakötelességem képviselni a választókerületet, és mögötte egyébként van egy más típusú munka, ami nem látszik, de nem lenne miről beszélni a képviselőtestületi üléseken, ha ezt nem végeznénk nagy szorgalommal. Ahogyan említette az 5-ös számú egyéni választókerületnek az önkormányzati képviselője, határoljuk be, hogy hol is található pontosan az 5-ös számú egyéni választókerület, milyen fontosabb intézmények vannak ebben a kerületben, és hát a munkáról is beszéljünk, hogy milyen fejlesztéseket, beruházásokat sikerült megvalósítani. Természetesen. Ugye Karcagváros 5-ös számú választókerülete az annak a 8 egyéni választókerületnek a része, amelyet a közigazgatási átalakítás során ugye a korábbiakból összevonással létrehoztak. Maga a választókerület földrajzilag egy rendkívül nyúlt területet, lehet, hogy nem a legszebben fogalmaztam, de ugye egy nagyon hosszanti elhelyezkedési terület, amelynek az egyik vége az a Karcag keleti peremsávja, a katolikus város, és végignyúlik a Püspökladányi úton a választókerület, a postán és a múzeumparkon keresztül pedig bekapcsolódik a Kisújszállási út egy szakaszába is, tehát tényleg ilyen hosszanti elhelyezkedési terület, amelyik több mint 2000 lakos ölel fel, és érdekes a megosztása is, hogy a választókerület egy része az egyébként városperemi régió, még a másik része az teljesen a belváros egy szakaszát öleli fel, számos közintézménnyel, amelyeknek a fejlesztése az nagyban függ attól, hogy milyen környezetben helyezkednek el ezek a közintézmények. Megtalálhatóak itt iskolák, általános és középiskolák, megtalálhatóak itt szociális intézmények, megtalálható itt egy múzeum, és egyéb olyan közintézmények, egyébként még óvodák is, sőt épülő óvodák is elhelyezkednek ebben a választókerületben, ami nagyon nagy kihívás jelent, hiszen ugye átalakul, folyamatosan átalakulóban van a karcagi közlekedési szokások, és például ehhez adaptálódni kell. Nagyon nagy örömömre szolgál az egyébként, hogy amikor én képviselőjelölt voltam 2020 szeptemberében, akkor nyilvánvalóan evidens volt, hogy választási ígéreteket teszek, de nagy örömömre szolgál az, hogy ezen választási ígéreteket meg is tudtam már részben valósítani, sőt úgy gondolom, hogy egy képviselőnek mindig számot kell adni arról, hogy amit korábban ígért, azt hogyan tudta megvalósítani. Én, amit ígértem, azt komolyan gondolom, ezeknek egy részét már fizikailag kézzelfoghatóan létrehoztuk, megvalósítottuk, és én szeretném azt mondani, hogy a ciklus végéig lehetőség szerint minden ígéretemet valósággá válthassam. Amikor én jelölt voltam, akkor például pontosan láttam azt, hiszen bejártam a körzetet teljes egészében, hogy nagyon sok olyan oktatási intézmény van, vagy közintézmény, ahol komoly problémát jelent a parkolás, különösen nyilvánvalóan munkanapokon. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy az elmúlt évben, tehát 2021 folyamán nyilvánvalóan jelentős önkormányzati háttérrel, tehát önkormányzati támogatással 25 darab parkolóhelyet tudtunk megvalósítani a Forint utcán a Varró István Technikum oldalába, ezzel a Varró utca lényegében tehermentesítve lett parkolás szempontjából. Újabb 22 darab parkolóhelyet tudtunk a József Attila utcán megvalósítani a György István Katolikus Általános Iskola oldalában, és emellett még 17 darab, ha jól emlékszem, 17 darab parkolóhelyet a Varró utcán a szociális intézmény oldalában. Ez nagyságrendileg egy 60 parkolóhelyet jelent, ráadásul jól kiépített, tehát ilyen gyepráccsal szakszerűen kiépített parkolóhelyet jelent, és nem állunk meg egyébként. Nagyon nagy örömöm
az, hogy a lakosság felé jelezhetem, hogy a választókerületemhez tartozó városi posta, vagy pontosabban egyes számú posta környéki évtizedes parkolási gondokat tavasz, kora, nyár folyamán az önkormányzat orvosolni fogja. Szintén egy nagy léptékű parkolási beruházás várható, amely a posta környéki tumultust, zsúfolt parkolási gondokat ugye abszolválni fogja, de egyébként szintén parkolóépítés várható a karcagi városházat az önkormányzat háta mögötti szakaszon, ahol árokfedéssel úttal párhuzamosított parkoló kerül majd terveink szerint kialakításra. Nyilvánvalóan a képviselőnek nem csak parkoló teremtésből áll a munkája, emellett folyamatosan zajlanak egyébként közútfelújítások, nagyon nagy örömömre szolgál például, hogy a Madarász Imre utca a választókerületemben teljesen új útburkolatot kapott, zajlanak a kerékpárhálózat, a bicikliút vagy kerékpárút hálózat fejlesztési munkálatai. Nagyon jól tudja a város lakosság, hogy a Széchenyi sugárúton tulajdonképpen az első ütemben ez már meg is valósult. Átadásra azért nem került, mert jelen időszakban van a piac környéki szakasz kialakítása, ami nyilvánvalóan most munkálatokkal jár, és a munkálatok azok kényelmetlenséget okoznak, de úgy gondolom, hogy amikor készen lesz, akkor egy szép új, és tulajdonképpen a város közössége számára nagyon is használható bicikli hálózat, vagy bicikli úthálózat kerül majd kialakításra. Szintén nagy hangsúlyt kívánunk fektetni, nyilván nem csak a saját választókerületemben, hanem mind a 8 választókerületemben a képviselőtársakkal a járdafelújításokra. 2022. naptári évben terveink szerint a Karcag 5-ös számú választókerületben 3 teljes járdaszakasz kerül majd megújításra, tehát a gyalogos közlekedésre is gondolunk. Nyilvánvalóan ez csak egy folyamatnak az eleje és nem a vége, hiszen tudjuk jól, hogy rengeteg járda problémás és az elmúlt évtizedekben ugye felpuklisodott, nehezen járhatóvá vált, ezeket folyamatosan igyekszünk egyébként javítani. Közlekedési infrastruktúra beruházások mellett azért ejtsünk arról szót, hogy a város jelenleg egy ilyen jelentős konjunkturális időszakban van, ahol például munkahelyteremtő beruházások sora valósul meg. A saját választókerületemben is egyébként a Püspökladányi út végén, a Püspökladányi és Telep utcai közötti szakaszon egy jelentős élelmiszeripari beruházás lassan a finishbe, tehát lassan a célhoz ér. Ez számos munkahelyet fog teremteni, de én úgy gondolom, hogy bármelyik karcagi büszke lehet arra, hogyha azt mondjuk, hogy a Karcaghoz hagyományosan kötődő malomipari beruházások is zajlanak és a jövőben folytatódni fognak, akár a Vasút utcán, akár a kisújszállási úti malomépületre gondolva, amelyek szintén nem csak munkahelyeket teremtenek, de karcagiként engem kimondottan büszkévé tesz, hogy újra lesz olyan karcagi élelmiszeripari termék, malomipari termék, ami karcagi védjegyet, tehát karcagi termékként fog a boltok polcaira kerülni. Ráadásul ezek a munkahelyek, vagy ezek az álláshelyek, ezek nem csak szakmunkát jelentenek, hiszen gondoljunk bele, hogy egy-egy ilyen hatalmas ipari beruházás a szakmérnökök, élelmiszermérnökök munkáját fogja maga után vonni, tehát amire nagyon nagy szükség van Karcagon, diplomás álláshelyeket is fog teremteni, és úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk közös érdeke. Képviselői fogadóórákra is sor szokott kerülni. Természetesen. Nyilván a vírushelyzetben is megvoltak ezek tartva, másféle formátumban. Melyek egyébként a visszajelzések a kerület lakói részéről? Milyen a párbeszéd önök között? Jellemző az egyébként, hogy a veszélyhelyzet idején ugye a nyilvánosak voltak, vagy nyilvánossá lettek téve a képviselők telefonszámai. Jellemző az egyébként, hogy a lakosság gyakran már telefonon keres engem vagy más képviselőket, de ebből semmi gond nincsen. Nyilvánvalóan munkaidőben vagy délelőtti, délutáni időszakokban elérhetőek vagyunk, és telefonon ugyanúgy rendelkezésre állunk, sőt rendelkezésre kell, hogy álljunk, ahogy élőben is. Én amikor képviselő lettem, akkor egyébként egy közösségi oldalon, ugye talán nem reklám azt mondani, hogy Facebook, létrehoztam egy tudatosan egy közösség, egy képviselői felületet. Tulajdonképpen ezúton is jelzem, de nyilvánvaló, hogy ezért jött létre a felület, hogy ott is lehet nyugodtan keresni, hiszen gyakorlatilag a kommunikációnak általános érvényű eszközévé vált már a közösségi média napjainkban, és nyilvánvalóan rendre hónapról hónapra vannak fogadó óráink, ahol pedig szintén állok rendelkezésre. Hát igazság szerint nem igaz az, hogy nem lehet egy képviselőt elérni, sőt, aki el akarja érni ezt a képviselőt, az el tudja érni. Úgy gondolom, hogy eddig is megvalósult ez, ahol tudunk, ott segítünk nyilvánvalóan.
állunk rendelkezésre, bármilyen jellegű probléma esetén lehet minket keresni, és ha azonnal nem is tudunk megoldást találni, de azért van a képviselő, hogy segítsen megoldáshoz jutni, tehát ez a további olyan is természetesen a munkánk fontos elemét fogja képezni. Karcag városfejlesztési lehetőségek tárházát kínálja mind a település, mind a környék és a lakók számára is. Az ötös egyéni választókerület hogyan illik majd ebbe bele, hogyan lesz meg az a párhuzama jövőben, amely eddig is megvolt, hogyan látja ön ezt a kérdést? Igen, ez egy érdekes kérdés, hiszen alapvetően 8 választókerülete van a városnak, de egy-egy választókerületek néha egy-egy utcaszakasztól állnak fel, és az egyik ház még egy választókerülethez, a soron következő ház, vagy mondjuk a járdás is járdátlan oldal már másik választókerülethez tartozik. Éppen ezért én azt mondom, hogy az a helyes, hogyha nem szigetként, nem különálló elemként kezeljük a választókerületeket, minden választókerület egymáshoz kapcsolódik, az egyik választókerület beruházása az ugyanúgy sikere a másik választókerületnek és végső soron a városnak is. Hogy egy-egy képviselő sem csak a saját választókerületére tesz esküt, sőt az eskü szövege szerint magára a városra esküszik fel és azért dolgozik. Vannak olyan beruházások, amelyek nem egy-egy választókerületet, hanem a teljes várost érintenek. A közeljövőben indul meg például a közvilágítási közszolgáltató a közvil munkája révén a teljes közvilágítási rendszer átcserélése. Nagyon jó minőségű LED fényekre, ami azt jelenti, hogy nem ilyen pislákoló, gyenge valami, hanem akár a fényszórási pásztájában, akár a fény erejében kimondottan erős, jó minőségű közvilágítás fog megvalósulni Karcagon. Emellett egyébként jelentős útfelújítások is zajlanak. Ugye a Széchenyi sugárút az elmúlt időszakban már részben felújításra került, de ennek az útnak a felújítása folytatódik a következőkben. Várható tavaszkora nyár folyamán a Dózsa-György út már egyébként eléggé elhasználható burkolatának a felújítása, ami kimondottan időszerű. Nem csak új kerékpárút hálózat épül, hanem a régieknek a karbantartása is megindult. Aki a Madarasi úton gyakran közlekedik, az láthatja, hogy a Madarasi úti kerékpárút hálózat már új burkolatot kapott. És nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a szintén nagyon elhasználódott Kisújszállási úti bicikliút is új burkolatot fog kapni. Arra nagyon nagy szükség van már egyébként, és nagyon sok lakossági jelzés volt erre vonatkozóan. Zajlanak emellett egyébként más típusú beruházások is. Ne felejtsük el, hogy Karcagváros gazdagodik például új sportlétesítményekkel. Várható, hogy a Kisföldek közötti nagy bevásárlóközpont mögötti szakaszon talán már ebben a naptári évben megindulhat a közbeszerzés lejárulta után egy új, nagyon modern városi sportcsarnok kialakítása, ami egyébként nem csak esztétikusabb a korábbinál, hanem funkcionálisan is gazdagabb, hiszen több szintes, több küzdőtérrel vagy tulajdonképpen sportolásra lehetőséget adó térrel rendelkezik, de emellett egyébként nagyon nagy öröm, hogy minden korcsoportnak öröm lehet egyébként, hogy a Liget úti sportpálya is teljes mértékű rekonstrukción fog átesni. Ez nem csak rekonstrukciót jelent, tehát nem csak épülés szépül, nem csak öltözőkben és tisztálkodási helyiségekben lesz gazdagabb, hanem funkcionálisan is kibővül olyan nagyon 21. századi sport lehetőségekkel, mint terveink szerint például a squash pálya. Az Erzsébet-ligetben is és annak környékén is jelentős városfejlesztési beruházások zajlanak. Már műszakilag lényegében elkészült az úgynevezett pumpapálya, ami talán nem sokat mond, de ha megpróbálom saját fogalmaim szerint meghatározni, akkor egy biciklis kerékpáros trükkpálya, ami kimondottan a fiataloknak az extrém sporthoz való hozzáférését teszi lehetővé, és tudomásom szerint országosan ez a legnagyobb ilyen pálya lesz, jóval nagyobb, mint a budapesti Városligetben megvalósult, tehát úgy gondolom, hogy mindannyiunk, sőt még a környékbeli települések örömére is jött létre ez a beruházás. Ne felejtsük el, hogy szintén várható a milánói világkiállítás pavilonjának kivitelezési munkálatai. Úgyhogy számos olyan beruházás van, ami mögött akár önkormányzati, akár állami tőke, vagy magántőke álljon, de végső soron Karcag hasznát szolgálja. Egy modern, egy élhetőbb, egy jövőbe tekintő Karcag megvalósításához vezethet. Önkormányzati képviselői munkáján túl gimnáziumi tanárként is tevékenykedik. Ezen a területen milyen eredmények mutathatók fel az elmúlt időszakot tekintve, és hát azt se felejtsük el, hogy könyveket is szokott írni. Szoktam. És ez nyilván bemutatásra szokott kerülni.
mi történt az elmúlt időszakban, és melyek a jövőbeli tervek ezen a területen? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis alapvetően nem keverhetem össze az önkormányzati képviselői munkámat és a gimnáziumi tanári munkámat. Ezt nekem egyébként teljesen külön kell kezelnem, amit az elmúlt időszakban én nagyon szépen el is sajátítottam, hogy a kettő nem keveredhet össze. Az iskolában politikának nincsen helye, a politikai életben pedig az oktatási bizottságban végzek munkát, de ott nyilván nem tanárként végzem ezt a munkát. Hál' Istennek egyébként én korábban is rajta voltam azon, hogy ahogy velem szemben is egyébként nagyon kiváló általános iskolai és középiskolai tanárok küzdöttek azért, hogy akár én is, akár évfolyamtársaim és iskolatársaim minél jobb lehetőséget és minél jobb oktatási színvonalat kapjunk. Én valahogy próbálom ezt a egykori gesztust visszatölteni a saját tanítványaim irányába, azaz nagyon nagy hangsúlyt fektetek a tehetséggondozásra, arra, hogy aki például a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumot választja középiskolaként, annak a gimnázium egy ugródeszka lehessen a felsőoktatás vagy álmai megvalósítása irányába. Nagyon sokat versenyeztetek egyébként, kiváló versenyzői köröm alakult ki a gimnáziumban, olyan különböző évfolyamokon lévő elhivatott, áldozatkész, plusz munkát bátran vállaló fiatalokból, akik akár írásbeli, akár szóbeli, akár pályaművek formájában beadott versenyeket vállalnak. Nyilvánvalóan ezeket én fogom össze, általában hétvégente jut arra időm, hogy amikor már a dolgozatok ki vannak javítva, amikor a képviselői munka el van végezve, akkor ezekkel a fiatalokkal még tartom a kapcsolatot rendszerint ugye közösségi médián keresztül, és akkor aktualizáljuk, hogy éppen hogy állunk egy-egy verseny felkészülésében. Épp a héten zajlott egy versenynek a megyei döntője, ahova 5 tanítványom is bejutott, és reményeim szerint különböző évfolyamokon is megyei bajnokot avathatunk köztük, de ezeknek az eredményét még nem tudjuk. Egy másik szintén megyei szervezésű, bocsánat, az nem az országos szervezésű versenyen újabb 2 tanítványunk, vagy talán az is lehet, hogy 3 tanítványunk jut a döntőbe, közben egyébként tudományos diákköri dolgozatokat állítunk össze más diákokkal, tehát nagyon sok szálon függ a tehetséggondozás. Természetesen emellett egyébként a tanári feladatok mást is jelentenek. Én egyébként most is gyakorló osztályfőnök vagyok, függetlenül attól, hogy más társadalmi funkciókat is ellátok. Én 2021. szeptemberében egy új 9-es osztályt vállaltam, és nagyon nem bántam meg, mert nagyon jó, nagyon erős, ügyes csapat jött össze a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 9. A-osztálya alatt. Ez egy emelt történelem, emelt magyar tagozatos osztály, tehát passzolnak is valamennyire az osztályfőnök érdeklődéséhez. És emellett nyilván foglalkozok kutatással is. Nem tudom, hogy mennyire közismert ez. Az elmúlt évekből valóban több könyvet adtam ki, de tudományos publikációim száma az lényegesen meghaladja a kiadott könyvek számát. Olyan, nem tudom, pontosan olyan 30-35 publikációt jegyzek már Karcag történetében. Jó lenne ezeket majd aktualizálni, mert van olyan online felület, ahol ezeket aktualizálni lehet, csak mindig elhanyagolom. A Debrecen Egyetemmel van nagyon aktív kapcsolatom egyébként, a Debrecen Egyetem Történelmi Intézetével, Tanárképzési Központjával szakmai kollegális kapcsolatban állok, tehát nem szakadtak meg azok a kapcsolatok, amit egykor PhD hallgatóként úgymond kivívtam, vagy kijártam. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy 2021 őszén a Karcagi Nagykun Református Gimnázium például a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjának bázisiskolájává vált. Ez talán minden szerénytelenség nélkül mondhatom azt, hogy valamelyest az én munkámat is dicséri, nyilvánvalóan igazgató úr és fenntartó úr jóváhagyása mellett, de egyébként a Történelmi Intézettel konferenciát szervezünk, terveink szerint egyébként ezt ebben a évben még Karcagon meg tudjuk valósítani, és ezzel régebbi, még a Covid előtti konferencia hagyományokat kívánunk feleleveníteni, hogy ne szakadjanak meg ezek a szép hagyományok. Debreceni kollégákkal tanulmányköteteket adunk ki, abban is szerkesztő munkát vállalok, tehát ilyen elég aktívan élek, ilyen úgy mondanám, ha tanórán lennék, hogy ilyen próbálok reneszánsz emberként élni, tehát egy picit mindenhez érteni. Szívből remélem, hogy ennek haszna lesz egyébként a város szempontjából, és hasznos tagja lehetek ennek a közösségnek, mert ha én sokat köszönhetek egy közösségnek, akkor az a legkevesebb, hogy én is teszek ezért a közösségért. Ez a legszebb zárszó. Hát, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.